Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, a harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, de biztos vagyok abban, hogy hozzád is szól, hiszen nincsenek véletlenek, tehát ide találtál hozzám, és valamit közöl ez a jóslás veled. Viszont, ha szeretnéd, akkor kérhetsz egy személyes jóslást álnéven, erről készítek egy videót, és ha elkészült ez a felvétel, akkor e-mailen keresztül küldöm hozzá a linket. És ennek megvan a lehetősége, minden jóslás 4000 forintba kerül, és ha asztrológiával szeretnéd, én az indiai asztrológiával dolgozom, akkor a díjam 10.000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt láthatóak az érmék. Ez utalhat az ő anyagi helyzetére, utalhat a munkahelyére is. Itt sokat tanult, és lezárja most ezt az időszakot. Ez jelenthet egy munkahelyi változást is, de mint mindig, ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, hiszen a múltban megtanulta azt, hogy értékeljen téged, az érmék jelentik a belső értékeket is. És itt ki tudtok építeni valamit, viszont neki előtte még valamit be kell fejeznie, vagy le kell zárnia. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható az új kezdet. Szüksége van a biztonság érzetére. Anyagilag is, a munkát illetően is, a párkapcsolatban is. Itt elültet valamit, kiépít valamit, de még kell a türelem, mire itt kivirágzik valami, mire itt termést hoz. Viszont ez jelent egy jó kezdetet. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt vannak még álmatlan éjszakái, tehát még bizonytalan. Az is lehet, hogy ő úgy érzi, hogy te vagy ilyen bizonytalan, és nálad vannak álmatlan éjszakák, hiszen itt látható még a türelem, nem sieti ő el a dolgokat. És lehet, hogy te vagy türelmetlen, emiatt válsz rá, nem akarsz jelentkezni nála, hiszen várod azt, hogy ő tegyen lépéseket feléd, de mivel olyan lassú, elveszíted te is lassan a türelmedet. És most megnézzük azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt lesznek fontos döntések, megvan a kapcsolat, hiszen a kettes szám az utal rád és ő rá. De mivel itt is látható, hogy még várni kell, jelen pillanatban fontos az, hogy befele tekints, hogy bízz benne, hogy bízz ebben a kapcsolatban. Ő intézkedik, nem látod, hogy mit tesz, de mégis itt a kártyák mutatják, hogy itt sokat tanult, lesz egy új kezdet, de hibázik, mert ezt nem közli veled, ezért van ez a bizonytalanság nálad. Türelem rózsát terem. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!